és megérkeztem a Margit sziget bejáratához. Úgyhogy kezdődik a feltérképezés. Gyönyörű. A mai nap sok rendőrt meg tekest láttam, és kerőt is kellett tennem, ugyanis ott, ahol most vízibajnokság van, azon a részen nem tudtam bejönni, ahogy a Google térkép is mutatta. Úgyhogy tettem egy kerőt, és ugye az Árpád hídon jöttem be. Ahogy látom, sokan vannak most itt kint, ebben a melegben is, és megyek is tovább körülnézni, hogy mi a helyzet. Itt vagyok a zenélkutnál. Múltkor voltam, és annyi változás történt, hogy most már a kútból is van, kútból is jön a víz. Na, erre gondoltam. Amikor még itt jártam, akkor még nem volt víz. Szerintem akkor lehetett valamikor tél. A zenélő kút végig is frappáns elnevezése van. Az a lényege, hogy ugye óránként megszólal egy dallam, ami nem tart túl sokáig, de legalább ami dallama van. Egy halacska úszik éppen, úgyhogy sikerült pont elkapnom. És egyébként így néz ki ez a hely, ami szintén gyönyörű. Na, ilyen helyekkel szeretek eljárni. Legyen víz, legyen szép erdős rész, szökőkút, vízesés, patak, hál' Isten, a nőkön kívül azért van, ami más is elfoglal engem, és igazából nem bántam el, hogy kijöttem Margit szigetre. Nem mindenki tudja úgy értékelni, de azt gondolom, hogy aki meglátja benne a szépet, az többször is ki fog jönni. Ebből majdnem én is értem. Olyan jó. Legalábbis a látványa. Elvileg jogázni jöttem, vagy pedig egy előadást oda hallgatni, mint ott hátul az a kis csoport, valami ilyesmit láttam a képen is. De menet közben meg úgy döntöttem, hogy inkább a Margit szigetet nézegettem, rajta sétálok, mert jelen pillanatban sokkal jobb programnak tartom. De akinek van ideje és kedve hozzá, vannak ilyen lehetőségek itt a Margit szigeten. Facebookon szokták meghirdetni, úgyhogy lehet élni ilyesmivel. A videó végéhez közeledünk. Szerintem úgy nagyjából mindent megmutattam, amit úgy jónak tartottam. Be kell ismernem, hogy szép ez a hely, és most már körvonalazódik, hogy mik a következő terveim. Amit én fontosnak tartok most, hogy a Török Bálintot is feltérképezzem egy kicsit. Biztos, hogy ott is vannak szép helyek. És a jövőben szerintem az is lehetséges, hogy többen elmenjünk valamerre. Aki úgy ráér, van hozzá kedve és közelben van, azzal szívesen elmegyek. Így akár csapatban is, így több személlyel, még bármi kialakulhat.